Kedves nézőink, pénteken és szombaton várja az érdeklődőket a Tosó-Berindi Nosztalgia Jármű Fesztivál. Most ehhez láthatnak egy kis kedvcsinálót. Idén nyáron immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a Tóberfest augusztus 6-án. Hogy sikerült megszervezni ezt a nagymúltú rendezvényt? A Tósók-Berindért Egyesület a Tósók-Berindén az Ajka Kristályese sportpályán rendezi meg, mint ahogy az elmúlt 5 évben szintén. Némi változás lesz a rendezvényben. Igyekeztünk azon lenni, hogy nem csak a középkorosztályt és az idősebb korosztályt vonjuk be a rendezvénynek a látogatottságába. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy kevesebben látogatják tinédzserek, fiatalok a rendezvényünket. Ezért aztán arra gondoltunk, hogy egy nulladik nappal megalapozzuk az ő hangulatukat, hát ha aztán sikerül kihozni őket a veteránok látogatására is, úgyhogy előző nap pénteken egy zenés estét tervezünk nekik, egy kis meglepetéssel, ezt majd ott a helyszínen fogják látni. Mikor kezdődik ez a meglepetés műsor? A meglepetés műsor este 9-től éjjel 2-ig lesz. Érdekes dolgok fognak ott történni, amit majd a helyszínre látogató fognak leginkább érezni különböző kérdések formájában. És akkor utána a szombati napon pedig a szokásos programok lesznek. Mik ezek a hagyományos rendezvények? Hát a hagyományos rendezvények ugye alapvetően arra készültek, hogy a veterán járművesek, autósok, motorosok, teherautósok, traktorosok megjelenjenek nálunk, és bemutassák azt, amiük van. A regisztráció az ő számukra reggel 7-től kb. 9:30-ig fog tartani, a helyszínen ott átvehetik a regisztrációkat. Előzetesen már lehet a tosokberind.hu oldalon regisztrálni, ezt már most élesbe csináljuk, tehát már most is láttunk regisztrációkat a honlapunkon. Egyéb más információkat is a honlapon lehet egyébként megtalálni. A 10 óra után, 10 óra környéken kezdődik majd a veterán járműveseknek egy túra, egy kb. 100 kilométeres túra, ennek a feltételeit szintén a honlapon lehet látni, hiszen ott keresztnek, egyéb biztonsági előírásoknak meg kell felelni. Amikor ők visszaértek dél és egy között, egy órakor kezdődik a Tósók-Berindi felvonulása a járműveknek, ide már olyan járművek is mehetnek, akik a vidéki túrának az útvonalát nem tudják teljesíteni egyéb feltételek miatt. Természetesen rendőrségi felvezetést szeretnénk ebben az ügyben. Délután 2-kor már kezdődnek a színpadi programok, 3 órakor lesz egy rendezvényító néhány percben, és utána folyamatosan színpadi, illetve színpadon kívüli programokkal várjuk a ajkaiakat, Tósók-Berindieket. Említetted az útvonalat itt a városban, merre fognak elhaladni ezek az autók, hogy aki nem tud kilátogatni valamilyen ok miatt a Tósók-Berindi focipályára, az is messziről meg tudja nézni ezeket az autókat, illetve járműveket. Hát bízzunk benne, hogy nagyon sokan ki fognak tudni látogatni. A felvonulás körülbelül ide a Pálma utcáig fog bejönni Tósók-Berindről. Így is viszonylag hosszú lesz a felvonulás útvonal, tehát nem tudunk most ebbe az évbe bejönni a városba. Igyekszünk a mi városrészünkön mindenkinek megmutatni, akinek csak lehet. Hát szeretettel várjuk a látogatókat, akik nem tudták élőben megnézni a felvonulást. A színpadi produkcióknál kik fognak lehetőséget kapni a szereplésre? Színpadi produkcióknál ugye a korábbi évekhez képest egy pici változás történt, igyekeztünk máskor sztárvendégekkel készülni, hogy legalább egy sztárvendég legyen az estéken. Azt gondoltuk most ebben az évben, hogy nem sztárvendéggel készülünk, hanem helyi fellépőknek próbáljuk megadni a lehetőséget. Nagyon kedvesek, aranyosak voltak és éltek a lehetőséggel, illetve hát teletettük a színpadot a programokkal. Úgyhogy közülük lesz például a Hangadók Együttes, biztos, hogy nagyon sokan ismerik már őket. Na és zenekar, Ajka Rock Band, Szalszatán stúdió lesz. Hát hadd ne folytassam a sort most. Lesznek-e kísérő rendezvények, az egészen apró gyerekeket is várjátok-e valamiféle vidámsággal? Hajaj, micsoda vidámsággal. Ugye ez régebben is megállapítható volt, hogy ez inkább egy családi rendezvény, nyugodt körülmények között nagyon sok család látogat ki. A korábbiakhoz képest megint változás történt ebben a dologban is. Láttuk, mekkora sikere volt a gyermek foglalkoztatónak, ez az idén is meg lesz. Egy kis mini vidámparkkal készülünk a gyermekeknek, melyet ingyenesen lehet látogatni, tehát nem lesz se belépődni, se fizetni nem kell. Például légvárért különböző trükkös bringákat próbálhatnak ki. A trükkös bringákra szeretném felhívni a figyelmet. Mert még egyszer, általában légvárba felnőttek nem nagyon ugrálnak, de a trükkös bringákat szerintem mindenki ki fogja próbálni, úgyhogy ezt ajánlom a felnőtteknek, és ez is ingyen lesz. Ezt a Tósók-Berindért Egyesület, ezt a két szolgáltatást gyermekek, felnőttek részére adja, hogy mással is eltölthessék az időt, nem csak a járművek látogatásával. Ha már szóba kerültek a járművek, mik azok a legérdekesebbek, akik esetleg már regisztráltak, és tudod, hogy ott lesznek ezen a fesztiválon?
Hát regisztráltból nagyon kevés van, még egyet emelnék ki, amire emlékszem, az pedig egy Rolls-Royce. Biztos, hogy nagyon sok, és korábbi években is megjelent jármű lesz még ott, én most nem mennék ebbe bele, de ez például most kb. 15-20 jármű van ebben a pillanatban beregisztrálva, ez még ugye nagyon kevés, mert a regisztráció most kezdődött, de már is látunk benne olyat, ami nagyon érdekes. Hírekből azt hallom, hogy komoly klubok jönnek el például Szegedről, Sopronból, Dombóvárról, Pécsről, Budapestről, helyi klub is jelentkezett, például alakult Ajkán egy veterán motoros klub, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. Szerintem nagyon sokan leszünk járműveket tekintve. Elsősorban a családok közül az apukák és a fiúk azok, akik körbejárnak egy ilyen fesztivál alkalmával és megnézik a járműveket, vagy azért a hölgyeket is érdeklik ezek a járművek? Hát persze, hogy a hölgyeket is érdeklik. Hát nem véletlenül családi a rendezvény. Szoktuk azt néha, apukák mennek a gyerköccel a foglalkoztatóba, és akkor anyukák mennek nézegetni. Ameddig a gyermekek bírják, addig nézik közösen. Tehát ez mindenkinek szól. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja benne a legérdekesebbet, a szívéhez legközelebb állót. Aki szeretné elhozni a járművét erre a fesztiválra, meddig nevezhet? Hát a nevezés az pénteken, augusztus 5-én este zárul le, melyet a tolsokberén.hu oldalon Tóberfest fül alatt lehet megtalálni. Erre azért van szükség, mert ezeket a regisztrációs lapokat nyomtatni kell, előkészíteni kell, és így tudunk felkészülni arra, hogy mennyi vendéget fogadjunk, kik azok, akik részt vesznek a túrán, tehát ez sok információval jár ez nekünk, mire elkészülünk szombatra. Hát nagyon bízunk benne, hogy egyre többen leszünk. Az eddig elhangzottak információk alapján az egyik legnagyobb Tóberfest lesz az idei. Még egy érdekesség, amit ugye eddig nem mondtam, például egy sárkányrepülő kiállítás is lesz, ami 5-6 repülőről szól. Talán a komolyabbak még ki is próbálhatják a helyszínen, hogy mennyibe, hogy néz ki egy ilyen repülő, hány kiló. Úgyhogy azt gondolom, ez egész rendezvény érdekes lesz. Kívánom mindenkinek, hogy tudjon kilátogatni. Nagy szeretettel várunk kiállítót, kisgyereket, nagygyereket, felnőttet. A Tolsók Berindért Egyesület nevében átnyújtom ezt a meghívót.